tulajdonképpen nyilván a legnehezebb dolog egy utolsó előadónak van, de hát próbáltassék meg egy doktorandusz, vagy utolsóként felkeltsék az érdeklődésünket. Nem akármilyen témával, Teleki Pál, az erdélyi politikus, és annyit mondanék, elmélet elkezdeni még Szalai Attila, hogy történész hallgatónk volt itt az egyetemünkön, utána az interdisziplináris doktoriskolának a hallgatója, az ember most a 18. századi doktori programnak, és tulajdonképpen minden nagyon úgy néz ki, hogy egy végzésemeti állapotban van, és ez a konferencia is jó lesz neki a kurikulumához, hogy föl tudja mutatni itt a habitus sorában élet egy doktori tisztátlan szemlélésére. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeket, a megjelenteket és nem utolsó sorban szervezőket, akik nagy örömre is tisztelettel fogadtam ezt a felkérést a mai szimpóziumra. Hát valóban nagyon nehéz dolgom van, főként azért, mert négy olyan előadó után én vagyok az utolsó, akire a legkevesebb idő maradt elsősorban. Azonban ezt megpróbálom majd egy kicsit kompenzálni, és hát nem túlépni az időt. Az is kiderült, hogy az előadók, főként az előttem szóló, nem csak kitűnő előadók, szakemberek, hanem nagyon jó menedzser is, ami a Teleki névhez kötődő intézetek, a Teleki Téka szempontjából szerintem is nagyon fontos. No, hát térjünk át az előadásomra, amelynek azt a címet adtam, hogy Teleki Pál az erdélyi politikus. Ezen cím azért is fontos szerintem számomra, mert elsősorban most Teleki Pálról, mint a revízió ideológusáról és az erdélyi, az ő politikájának egyik legfontosabb momentumáról, ugye a revíziós politikáról, illetve az erdélyi politikáról szeretnék beszélni. Mint szimplán kifejezve konzervatív politikusként Teleki Pál is politikai nézeteiben a múlt és nemzet kettőségét hangsúlyozza, és ebben a hangsúlyban nagy szerepet játszik az ő politikai ideológiájában is a török kor. Hiszen ez az a korszak, amikor ugye Magyarország három része szakadt állapotban sok nemzetiségűvé válik, ráadásul nagy területei válnak lakatlanná. Ugye ezek a 17. század végére felszabadult és részben egyesített Magyarország a Habsburg korona alatt, aztán majd egy olyan képet fog mutatni a 18. század végére, önkéntes, illetve a Habsburg udvar, valamint nemesi és egyéb kezdeményezők szempontjából ugye telepítések történnek, amely teljesen megváltoztatja a középkori Magyarország nemzetiségi és népességbeli összetételét. A 18. század végére Magyarország és benne Erdély, vagy mellette az erdélyi fejedelemség, attól függ, hogy milyen szempontból tekintünk ugye rá, egy olyan 10 milliós Magyarország, amelynek mindössze 40%-a magyar. Miért is fontos ez nekünk, és benne ugye természetesen az erdélyi fejedelemség, amely szintén népesedési szempontból román túlsúlyba kerül ugye a korszakban. Azért is fontos ez, mert ha rátekintünk a 20. század elejére, arra a sok nemzetiségű kettős birodalomra, amit ugye Osztrák-Magyar Monarchiának vagy Ausztria-Magyarországnak nevezünk, nem történik túl sok változás a 18. századhoz képest. Vannak bizonyos önkéntes és részben erőszakos asszimilációs tényezők, amik főként ugye 1867 utáni dualista Magyarországon azt próbálják elérni, hogy többségbe kerüljön a magyar Magyarországon, és tulajdonképpen ebben a birodalomban éri meg Magyarország is az első világháborút. Ugye még nagyobbat kell ugranunk az időben, de most már egyre kisebbeket fogunk. 1914-ben tehát ez a sok nemzetiségű birodalom éri el, vagy éri meg az első világháborút, amelyet ugye 1918-ra, mint kiderült, elveszít. 1918-ban azonban egy sokkal fontosabb dolog is történik, méghozzá a nyugat-európai vezető politikusok körében, az, hogy ez a
birodalom már nem teljesíti azt a kötelességét, vagy azt a feladatát, amit ugye az angol diplomácia, elsősorban az angol diplomácia erőt kifejez, vagy a 18. század óta megvalósítani kíván, ez pedig az európai erő egyensúly politika, ami azt jelenti, hogy Közép-Európában fenn kell tartani ugye egy nagyon Habsburg birodalmat, majd mind a német, mind az orosz fenyegetettséget, hát vagy fenyegetettségtől megvédi ezt a régiót. Ez azonban átalakul attól kezdve, hogy ugye az első világháborúban szinte teljes német alárendeltségbe kerül a Habsburg birodalom. Ennek köszönhető ugye az, hogy aztán 1918-1920-ban megtörténik különböző békekötésekkel a kettős birodalomnak és benne a történelmi Magyarországnak ugye a szétbomlasztása is, a trianoni békéről még egy kicsit később beszélni fogok, de térjünk át inkább a hősünkre, a főszereplő Teleki Pára, aki hol tartózkodik 1918-20 tájékán. Őt a bolgár kapitulációtól kezdve az foglalkoztatja, hogy amit Dövényi tanáról is már megemlített, és ezt szeretném én is aláhúzni az előadásban, hogy bár ő politikus, de valószínű, hogy elmondható róla, hogy ő politikus tudós és tudós politikus. Tehát ezt a kettőt valamilyen módon össze kell mosni az ő személyiségében. És folyamatosan a 1918-tól kezdődően a békeelőkészítő bizottságokban tulajdonképpen azon munkálkodik, hogy tudományos tényekkel alátámassza majd egy közelgő békeszerződésnek a magyar delegáció felüli álláspontját, amit ugye, mint tudjuk, később nem fognak figyelembe venni. Ebben az időszakban jelenik meg ugye a Carter Rouge, az a teljes érték, amelyet számos munkatársával együtt készített el, és ugye, amiben a Vörös a magyar nemzetiséget jelöli, ugye erről volt szó szintén az első előadásban. 1920. június 4-e a trianoni békeszerződésnek köszönhetően ugye nem sikerült megvédenie sem tudományos érvekkel a magyar delegációnak, semmilyen más politikával, például ugye a 20-as évnek az elején Teleki külügyminiszterként próbálkozik francia politikai, külpolitikai körökkel valamilyen módon csökkenteni ezt a veszteséget, amit majd Trianon okoz a magyar sárjára Magyarország számára. Végül is ugye nagy vonalakban azt kéne itt elmondanunk, hogy Horvátországot is beleszámítva mindössze 28%-ára zsugorodik össze ez a magyarországi terület, és kétharmadát elveszíti lakosságának benne több mint 3,5 millió magyarra. Ami ugye ekkora korszakban a Kárpát-medencében élő magyarság egyharmadat jelentette. Talán rövid bevezető után térjünk át a fő témára, arra, hogy mit is jelent Teleki gondolatában, vagy politikai ideológiájában a revízió, és majd ezt követően annak megvalósítása és az erdélyi politika. Szintén hallottunk már azokról a nagyon fontos intézetekről, amelyekben ő első miniszterelnökségét követően részt vesz. Az egyik ilyen első szervezet a Társadalmi Egyesületek Szövetségének központja, amely igen furcsa név. Ezt közkeleti nevén Teleki Irodának, a Teleki Bűrónak hívták. Ez volt hivatott a külföldre irányuló magyar propagandát összefogni, és hát ebben tevékenykedik Teleki, ezt követően pedig ugye a Szociográfiai Intézet, illetve az Államtudományi Intézet lesz az egyik az MTA, a másik a KSH alatt, amely majd céljaiban a szintén a revízió előkészítését, a majdani jövőbeni terület visszaszerzést támasztaná alá nagyon sokféle tudományos és egyéb eszközökkel, amelyek egyébként majd a revízió időszakában 38-41 között nagyon fontos segítséget nyújt a magyar külpolitikának. Meg kell emlékeznünk arról a
Szent Istváni állam eszméről, ami végeredményben a Teleki Pál nemzetiségpolitikai koncepcióját tartalmazza. Részben már ez a politikai nézeteiből is adódik, hogy ugye a múlt és a nemzet, mint egy konzervatív hagyományokat tisztelő politikusnak a nézeteihez kapcsolódik. Tulajdonképpen ezzel kívánja alátámasztani ezzel az állam eszmével, vagy elvvel azt, hogy milyen okai vannak az integer, vagy legalábbis a részbeni revíziónak Magyarország esetében. Kettő nagyon fontos dolgot kell kiemelni. Az egyik az, hogy az ezer éves hivatása a magyar nemzetnek, illetve ezen belül a magyar politikai elitnek az, hogy vezesse a Kárpát-medencét, és hát most ugye nem térek ki rá, hogy pontosan milyen érveket fogalmaz meg e tekintetben. A lényeg az ugye a történetiség, a kulturális fölény, és részben majd megérintünk néhány dolgot. A másik pedig, ami szintén egy nagyon fontos vonulat ennek a Szent Istváni állameszmének, az nemzet és tér kapcsolata, ami szintén megint csak az előző Teleki Párról szóló előadáshoz kapcsolódik, hiszen a nemzet ugye a magyarság, a tér a Kárpát-medence vagy a Duna-medence, ami annyira szorosan összekapcsolódik az ő földrajzi, tudományos, illetve politikai gondolkodásában. Emellett pedig ugye természetesen, mint tudós, a geográfia, illetve geopolitika egyik tisztelője is, itt is meg kell említeni a Karl Haushofer professzort, akinek a geopolitikai nézeteit szintén átveszi ebbe az állameszmébe, ebbe az ideológiába. Miben új ez? Azt is mondhatnánk, hogy ez semmiben nem új, ahogy kifejezhetjük új por régi tömlőben, vagyis végül is az a nemzetiségpolitika, hogy mi vagyunk a magyarok, mi vagyunk a hivatottak arra, hogy ezt a térséget vezessük, és ezért gyakorlatilag önként kellene a nemzetiségnek csatlakoznia, elfogadva ezt a Szent Istváni állam eszmét a magyarsághoz, illetve Magyarországhoz visszatérni. Ezzel ugye a dualistakori liberális nemzetiségpolitikát kívánta felváltani, de hát mint a történelem bebizonyította, ugye nem volt teljesen reális ez a koncepció, illetve fontos megemlíteni, hogy az erőszakos asszimilációt is elveti ebben a nézeteiben. Szóval azért fontos kiemelni, mert ő azzal, a Teleki azzal próbálja ezt magyarázni, hogy lásd az Egyesült Államok, ahova ugye rengeteg bevándorló érkezik, különböző térségekből és államokból, nemzetekből. Ott is az önkéntes asszimiláció fontos, hiszen önként vállalják fel bizonyos generációkat követően, de természetesen az asszimiláció, az amerikaivá válást az odaérkezők. Tehát ez a magyarság szerepének a Kárpát-medencében, mint egy kultúrfölényt is biztosítva, végeredményben a térség magyar vezetés alatti összefogását hangsúlyozta a közép- és kelet-európai népeket, tehát el kellett volna fogadni a magyar vezető szerepet. Propaganda, ami szintén egy nagyon fontos dolog, vagy folyamat ugye ebben a ideológiában, méghozzá, hogy ugye mi az, ami sikerre vezetheti ezt a célt. Az, hogy a magyar revíziót azt ne úgy lássák Európában, és elsősorban a nagyhatalmak, hiszen őket kell meggyőzni arról, hogy rendezzék ezt a nem csak Magyarország, hanem Európa szempontjából is súlyos, kártékony békét, és vizsgálják felül. Tehát egy olyan kontextusba próbálja helyezni a revíziót, a magyar revíziót, ami egész Európa érdeke, nem csak itt a mi kis nemzetünké. Ennek kapcsán, hogy a revíziót hogyan lehet elérni, egy négyes utat vázol fel. Az első ugye az lenne, hogy fogadja el a magyarság, illetve a vezető elitje
hogy kell és kötelessége vezetnie ezt a Kárpát-medencét. A második, hogy a propaganda útján a nagyhatalmakat is győzzük meg arról, hogy nekünk igen jogos igényünk van arra, hogy ugye túllépjük a trianoni határokat, vagy átalakítsuk. A harmadik az, hogy a Szent Istváni Állameszméj fogadja el mind a magyar politikai elit, mind pedig a nemzetiségek, és akkor valósítható meg a terület visszaszerzés. Hát a két világháború között, illetve a második világháborús történetet ismerők nagyon jól tudják, hogy hogyan valósult ez meg. Sikerült ezt a sorrendiséget végrehajtani. A revízió mértéke is egy külön vizsgálandó pont. Ezzel a két szóval tudnám leírni, hogy békés rendezés. Hogy a mitől békés, hogy nem háborúval, nem fegyverrel akar teleki területeket visszaszerezni Magyarország számára, és mitől rendezés, attól ugye, hogy a nagyhatalmak fogják rendezni ennek a térségnek a területi, illetve egyéb ügyeit, ugyanúgy, mint ahogy jó vagy rosszul, ugye a 19-20-as békeszerződések rendezték. Meg kell említsük azt is, hogy Teleki Pál az integer, tehát a teljes revízió álláspontját követi, azonban jól felfogott magyar és szintén európai érdekből hangsúlyozza, tehát reálpolitikusként, hogy valószínűleg ez nem valósítható meg, és arra az ősi politikai tanultságra hivatkozik, hogy a magyarság igenis legyen érett arra, hogy lemondjon bizonyos területekről, még hogyha az fáj is nekünk. De a másik oldal, ugye az etnikai revízió szintén nem követhető, hiszen ő, mint tudós ember, elfogadhatatlannak tartja a földrajzi és gazdasági szempontokból, ha csak a magyar proklakta területeket hát kívánják vissza. Ezért ugye szintén előtör belőle a tudós, hogy egy olyan revízió az optimális, amelyet végül is az etnikai revíziót kibővítjük egyfajta gazdasági és természetföldrajzi értékekkel, indokokkal. Az integer revízióra azonban szeretnék egy nagyon érdekes példát mutatni, 1921-ből, tehát még a békeszerződés követő évből. És ez szintén a táj fogalmát tükrözi, hiszen 20 olyan nagy tájra osztotta fel a Kárpát-medencét, és ugye ebben Nagy Magyarországot Teleki Pál 1921-ben, amelyek nagyon furcsa neveket mutatnak, hiszen itt középen például Tanyák, mellette már nem annyira furcsa Bihar, Szilágy, Szamos völgye, stb. Régiókat különböztet meg. Ezzel, mint egy földrajzi és nemzetiségi politikai érveket, vagy érvek alapján próbálta az integrális revíziót hát végrehajtatni. Három olyan terület van, amit földrajzi szempontból nem kívánt, vagy nem gondolta visszacsatolásra érdemesnek, mondjuk így, persze idézőjelben. Ugye erdélyi politikus, erdélyiség. Miben erdélyi ő, aki valójában tényleg erdélyi, hiszen erdélyi kötődésű a származása szempontjából. Az erdélyiség nála úgy gondolom, hogy egy olyan kifejezés, amely azt az ideológiát tükrözi, ami neki a társadalom szervező, társadalom politikai nézeteit fogja össze, aminek egy olyan végső célja van, hogy egy olyan Magyarország szülessen meg majd valamikor, hát ő már a világháború alatt is idézett, vagy idézhető nyilatkozataiból a világháború után, amely népi és szociális, most ezt értsük úgy, ahogy kell, nem szeretnék különösebben erre most kitérni, mert maximum vita keretében. Magyar állam, ugye magyar, tehát magyarnak tekinthető mindenki, aki magyarul visel, vagy beszél, ugye magyar politikai nemzet, mert hogy ennek a magyarságnak ugye az a hivatás, hogy a Kárpát-medencében betöltse a fő irányító szerepet. Mi az eszköze erre Teleki ideológiájában? Az, hogy vegyük át azt az erdélyi szellemet, amely a két világháború közötti Nagy-Romániában alakult ki, az erdélyi kisebbségi magyar társadalomban.
három részre osztottam ennek az erdélyi szellem elvének a magyarázatát. Az egyik az, hogy egységes ez az ideológia, ez az erdélyi szellem. Mitől egységes? Hát attól egységes, ugye, hogy sem politikai különbség nincsen nagyon, természetesen heterogénnak kell ezt tekintenünk most, és a jogi, társadalmi, gazdasági hovatartozás, tehát az, hogy valaki gróf, vagy paraszt, vagy kisiparos, vagy értelmiségi, ez nem számít. Ugye? Mert hát ezt hozza az, hogy mi magyarok vagyunk, vagyis a két világháború között, Nagy-Romániában, ugye létrejön egy kvázi egység az erdélyi kisebbségi magyar társadalom körében. Tehát egy egységes magyar társadalom modell az erdélyiség, amit ő tulajdonképpen megfogalmaz, és szeretne átültetni a magyar politikai gondolkodásba is. Az idő előre haladtával szeretném kihagyni a miniszter, illetve a második miniszterelnökségének azon pontjait, amelyek köztudottak, ugye első bécsi döntés, kárpátaljai revízió. Utóbbiről csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a Kárpátalján, mivel a többség az ruszin vagy rutén nemzetiségű volt, ott lehetett volna, vagy talán ott volt az első próbájának a Szent Istváni állameszmének, amit az előbb fölvázoltam, hát több kevesebb sikerrel. Erre az etnikai alapú, vagy hát a magyarságot mutató térképre tekintve, ugye ez alapján szeretném bemutatni, hogy az erdélyi revíziónak milyen eshetőséget dolgoztak ki az Államtudományi Intézetben 1940-ig. Az egyik az tulajdonképpen az első világháború után mi fegyverszüneti belgrádi katonai konvenció alapján, ez a Maros vonala egészen idáig a Borgói Gágóig jött volna vissza, ugye, vagy hát ez volt az első számú terv az erdélyi területek visszaszerzésére, a második egy ugyanez a vonal a Maros vonalának a folytatása, kiegészítve a székely magyar etnikai tömbbel. A harmadik koncepció az tulajdonképpen az, ami megvalósul, kivéve ezt az úgynevezett mezőségi vagy beszögelés vagy őrink hasat, ami majd 1940-ben második bécsi döntéssel visszatér. A harmadik, illetve a negyedik, ötödik pedig egy olyan kantonizált erdélyi terv, ami 6, illetve a második variációjára 8 kantonra bontotta volna föl, szintén nemzetiségi elvek alapján a történeti Erdélyt, kiegészítve néhány párciumi, észak-párciumi területtel. Ezen kívül nagyon érdekes, hogy a dél-párciumot, illetve a bánáti területeket egyiket Magyarországnál, másikat pedig Romániánál hagyta volna ez a második variáció. Ebből is látható, hogy tulajdonképpen a 6-8 kanton az, ami hát variáció ezekben. És akkor ugye mi valósul meg 1940. augusztus 30-án, hát az a harmadik variáció, ami végül is Észak-Várcium, Észak-Erdély és a Székely területek visszaszerzését hozta. A Teleki és Csáki gróf külügyminiszter megtekinti az új határvonalat. Itt még talán optimizmus olvasható le Teleki arcáról. Néhány Románia szempontjából is, vagy román perspektívából is látható területveszteség. Ezt a térképet pedig azért tettem ide be, mert látható, hogy az első, a második világháború idején szovjet területeket kebelez be a Megtál Német Szövetségben Románia. Azonban mindvégig az a fő célja a román külpolitikának, hogy ezt a területet, amit Magyarország az első, a második bécsi döntéssel megszerzett, visszaszerezze. A történeti Erdélyre vonatkozó nemzetiségi térkép. És a megvalósult revízió után a vonatúton hazafelé tartó küldöttségvezetők, Csáki István gróf külügyminiszter, illetve Teleki Pál. Hát a kérdőjel az szerintem adott, hogy örömittas volt, valóban euforikus állapotban volt ez a miniszterelnök, aki utána aztán kénytelen szinte teljesen elkötelezni országát a német szövetség mellett, amiért addig szinte egy éven át küzdött. Ez talán egy olyan jellemző kép, ami
szinte nem is nevetés, hanem inkább fogcsikorgatás az ő részéről, ami nagyon jól kifejezi a kényszerpályáját a korszakban Magyarországnak. Átlapoznám ezeket a térképeket, ugye mindenki örömittasan fogadta az erdélyi bevonulókat, a főméltóságú pár érkezik szintén erdélyi területre, és hát a Magyar Honvédség ugye megszállta néhány nap alatt a bécsi döntésben kapott területet. Utolsó részeként az előadásomnak pedig a visszatért Erdélyről, illetve ennek a kezeléséről szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az egyik a Munro elvből vett Erdély az erdélyeki elv, ami Teleki egyik fő hát politikáját tükrözi. Ugye ő a bécsi döntés után, mint köztudott, lekívánt mondani a miniszterelnöki pozíciójáról, és csak mint észak-erdélyi kormánybiztos kívánta kezelni, vagy intézni az erdélyi, visszatért erdélyi területek ügyeit. Aztán mégis maradásra bírták. A lényeg, hogy aztán a hátralevő idejében az utolsó, ugye mint tudjuk, és talán legfontosabb feladata, ami megadatott az ő számára, az az volt, hogy ezt az erdélyi reintegrációt, tehát a visszacsatolt területek beépítését a magyar területekbe hát megvalósíthassa. Kikelt az ellen, hogy a magyar politikai és társadalmi és egyéb szerveződések mint egy hódítani érkezdenek Erdélybe, ugyanis ő azt hallotta, hogy ugye amit már az erdélyiség fogalmában tárgyaltunk, hogy van, tehát eléggé biztosítottnak látta a politikai, társadalmi és gazdasági szervezeteket Erdélyben, amelyek a két világháború közötti kisebbségi magyar társadalom megszervezett. Tehát nem kell Magyarországról exportálni, úgymond, sem pártokat, sem pedig egyéb szervezeteket. Az Erdély párt volt az a közösség, a politikai elitnek az az összegyűjtő területe, amely szintén azt a heterogenitást mutatta, amelyet az erdélyiség fogalmánál is láttunk, hogy a paraszti képviselőktől, a kisiparoson keresztül az értelmiség és a birtokos arisztokrácia tagjai is szerepeltek ebben, és mint egy politikai irányt mutattak, aztán majd a Teleki halálát követően is, és védték az erdélyi érdekeket a magyar nagypolitikában. Egy nagyon fontos dolgot szeretném kiemelni, hogy Telekivel ellentétben azonban az erdélyi koncepció, azért tettem ezt most kurzívra, hogy az erdélyi párt által képviselt koncepciót kiemeljem. Az erdélyi koncepció az nem az volt teljes mértékben, amit Teleki képviselt. Ők nem feltétlenül az újra elsőbségbe kerülve, ugye, hogy a románok kerültek kisebbségbe, a magyarság pedig ezen az észak-erdélyi területen újra többségbe, ők nem feltétlenül a Szent Ispáni államezrényt tették magukéba, hanem azt, hogy most újra fölénybe kerülve nekünk a hatalmi pozícióból kell irányítani ezt a térséget, és hát részben pedig, ha kell, akkor elnyomni az ott élő nemzetiségeket, elsősorban a románokat. Hát, köszönöm szépen a figyelmet! Szépen Szalai Attila előadását. Érzékeltetni lehetett a szemben az előadással, hogy ebben komoly munka fekszik. Rutinos előadó is, ő középük iskolában oktat, Szexáron, az első Béla gimnáziumban, talán ez is érzelőtt az előadással. Egy foglalat közben.